legyen mindnyájatokkal. A szentmis áldozatot az Íres, a Kalegári, a Kovács, a Palásti család élő és elmúlt tagjaiért ajánljuk föl. Kedves testvéreim, azt hiszem, hogy a mennyek országában Asszisi Szent Ferenc örvendezik most, mert a mai evangélium rész számára kulcsfontosság volt az életi hivatása, és hogy semmit sem vigyetek az útra, ez az élet szabályzatának az eredeti meghatározása, kezdő mondata, hogy semmit sem vigyetek az útra, és amikor a testvéreket így küldte, akkor azt a zsoltár tanácsolta, vagy mondta nekik, amit énekelt a kántorban, hogy vesd az Úrra gondolat, majd ő táplál téged. Testvéreim, vizsgáljuk a lelkiismeretünket, és várjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent. Kedves testvéreim, Urunk Jézus Krisztus megjelenésével a Földön megkezdődött az üdvösség történelmének utolsó felvonása, az Isten országának megnyitása. Ezért hirdette, hogy betelt az idő, elközelgett az Isten országa, térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. A tanítását pedig erővel demonstrálta az Isten országát, megmutatta azáltal, hogy Kafarnaumban, amikor színre lépett először az első zsinagógában ige hirdetésével, mellé a tanítása mellé, mellékelve ördögöt húzott. Betegeket gyógyított. Mintegy az Isten országát bemutatta. Ez volt az üdvtörténelem utolsó korszakának megnyitása, és most itt egy ezen belül egy új kezdetet olvastunk az evangéliumban. Az új kezdetnek az a lényege, hogy mindaz, amit addig tettünk, Jézus az Isten országa megnyitásáért most rábízta az apostolokat. Ami érdekes az az, hogy teljes mértékben sorsközösséget, és nem szeretem ezt a szót, ezért kiavítom, életközösségre hívja az apostolokat önmagában. Tehát, semmit sem vigyetek az útra, ahogy ő semmit sem vitt az útra. És akkor kezdi részletezni. Hogy se tarisznyát, se kegyelet, se részpénzt az ületekben, se két alsóhúrát, mint egy sürgető a feladat, gyorsan kell teljesíteni és visszatérni. Egyébként elgondolkodhatunk mindez, hogy Jézus valóban egy szál ruhában egy vagy három évig tanító körútját járja.
a mennyei Atya gondoskodik arról, aki az Isten országát szolgálja. És ennek az evangéliumban megvannak a nyomai, amikor meghívják őt étkezésre, úgy meghívhatják, vagy asszonyokat így kísérik, és a pénzükből támogatják, úgy az alsó ruha nemű váltásra is meghívják. Így van szó szerint benne az evangéliumban, két alsó ruhát nem ér. Milyen rábagyatkozás a mennyei Atya akarata? Milyen életközösségre hívja meg az apostolokat? Semmit se vigyetek az útra. Teljes ráhagyatkozás, bizalom, hogy aki küldi, az gondoskodik is róla. A köldökségor Jézus, a belévetett hit, amely majd mozgósítja az Isten mindenható erejét, amely gondoskodik mindarról, ami szükséges. Hogy az ige hirdetésnek a sikerére támaszkodva fognak majd szállást kapni, ahol élet közösséget kell majd létesíteni a családban. Belülről kell meglátni, hogy milyen az, amikor valaki nem ismeri Jézust az evangéliumban, és ott kell az asztalnál elmagyarázni, hogy milyen életformára hív meg benneket Jézus, miközben azok táplálnak minket, és mégsem lehet elkötelezett a család felé. Nem azt kell hirdetni és mondani, meg bemutatni, amit ők a számuk íze szerint szeretnének, hanem az, ami az üdvösségre elvezeti őket. És ez az igaz szeretet. Semmit sem vigyetek az útra. Uram Jézus, én úgy látom, hogy ezeket az embereket mérhetetlenül gazdaggá tettek. Mert anyagi javakat megküzdett, megköveteltek, hogy semmit sem vigyenek, és egyébként vitték magukkal az egy vagy a három éves tanítást, amit tőled kaptak. Vitték a mérhetetlen tudást, ahogy Szent Pál is véga, amikor kikezdik az ő apostoli mi voltál, oda kerül nekik az evangélium szerint, hogy tudásban azt hiszem, hogy nincsen olyan, aki mérhetné magát hozzá. Ha nem is szó szerint ez, mert idegen tanítók jönnek és Pálnak a hivatását kikezdik hátulról, mert egy pincet fogadott el, hanem dolgozott a két kezében. És közben hirdeti az igét. Vagyis úgy tűnik nekem, hogy nem csak Szent Pál írja le ezt, hogy mit ad neki az Isten azért, hogy vállalja az Isten országának hirdetését és megvalósítását az emberi lelkekben, hanem ezt az előtte már a 11-nek is, a 12-nek is. Vagyis elég neked az én kegyelmem, vagyis nem. Mert az erő a gyöngeséggel lesz teljessé. Semmi sem ér az útra. Megkapod a hited által az Isten minden hatóságának mozgósítását. Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek fölött. És ez a hatalom nem csak azt jelentette, hogy ördögöt üztek, mint Jézus a kafarnaumi zsinagógában, hanem ez azt jelentette, hogy ez oda megkezdődött az, hogy Jézus az embereken keresztül gyakorolja az Isten országának nyitogatását az újonnan született emberek felé, az újonnan megjelenő emberiség felé, és ez fixálódik, vagyis az egyház alapítása kezdődik, ahol az ördögűzés a tanítás által, amikor a kisgyereknek belomják a szívébe, hogy van Isten, és van egy hozzávezető út, és hogy az ő kívánsága szerint való életben boldog leszel, és ezért hozzáigazítja ehhez a tanításhoz az életét kisgyermek korában is, hogy nem hazudik, hogy nem lop és nem verekedik, ezzel az ördögűzés műve megkezdődött az ő életében. A tanítás és annak a hatása, a keresség, amely a legnagyobb ördögűző erő, a szentségek, amelyek megvakulnak ebben az evangéliumban, úgy a keresség, hatalmat adott nekik a gonosz lelkek fölött. A betegek kenete, az olajjal megkenés és sok beteg meggyógyult. Jézus nem akarta megváltoztatni a korabeli szokásokat, hogy a keresztény szokásban volt már akkor, amikor, mint egy kundáli szektában valaki belépett, hogy új életet kezd, és alámerül a vízben, meghalt az eddig élete számára, és új életet kezdte, egyébként semmilyen bűnelkülő hatása nem volt, ahogy keresztény Szent János a bűnbánat keresztényét bemutatta, amelynek nem volt áteredő bűnelkülő hatása, és annyi erővel volt bűnelkülő hatása, amennyi erővel minden másikat most is valaki tökéletes bűnbánat mutat be az Isten előtt, és ezért a súlyos bűnét eltörli Isten.
vagy a bocsánatos bűnét kisebb bűnvállalta. Egyébként pedig vízbe hullámlelni is azt jelentette, hogy most új életet kezdesz. Jézus nem akart új formát kitalálni, ugyanúgy ezt, ahogy ezt a kerességet megköltötte azzal a tartalommal, hogy az áteredőbünt és minden bűnt eltöröl, s ördögöt űz, mint ahogy a keresség szertartásának mindig része az ördögözőiba is. Úgy a betegek kerete megalapításakor, hogy az volt a hiedelem, hogy az olaj betegek gyógyít, hát tartsátok meg a formát, én pedig megköltöm tartalommal, mert nem az olaj gyógyította a betegeket, hanem az imádság és a köldökzsidor, a Krisztustól el nem szabad hit, amellyel mentésedni kísérte őket, hogy olajjal megkentve betegeket gyógyíthatnak. Az isteni erő, ami megjelenik a gyöngeségben, és csodálkozzál, mert mindenható, és szükséges hozzá a hit, a Krisztusba vetett hit. Ugyanígy az ige hirdetés, amit rájuk néz, hogy térjenek meg, pontosan megegyezik Jézus ige hirdetésével. Elég ennyi, hogy térjetek meg? A megértéshez a mise kezdetét hívom segítségül. Hogy is kezdjük a Szentmisét? Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Már is isteni erőt mozgósít a nap. Megnyitja a Szent Háromságot a jelenlévőkre. Aztán folytatja a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítőre. Belép ebbe a világba az egyesítő erő, a Szentlélek ereje, a szeretet. Belép a Pap ebbe a világba, és kinyitja azok számára, akik jelen vannak, hallgatják. Megnyitja ezt a misztériumot, hogy részesüljenek benne a jelenlévők. Így ez a szó, hogy megtérni, ez egy olyan világot nyit meg, amelyet Jézus véglegesen megalapított. Megtérni az evangélium számára, megtérni az Isten számára úgy, ahogy az Jézus tanította, ez már egy új szó. Itt már nem arról van szó, mint korábban az Ószövetségben, hogy a térni a súb, térni Istenhez már ezt magában hordozza, de új tartalommal, hogy úgy térni Istenhez, ahogy ezt Jézus életformája mutatja be, és sehogy másképp. A megtérni és ezt hirdetni azt jelenti, hogy meghirdetni azt a kegyelmet, ami Istentől jön, és az emberben megkezdi a munkáját, a megtérés munkáját, a Szentlélek erejét mozgósítani, amely megvilágosítja a sötét lelket, hogy lássa meg a vétkeit. De ne csak a vétkeit, hanem a kifelelő vezető utat, a fényt, az utat, hogy megszabadulni a nyomorúságtól, hogy mázsás kövek essenek le a lelkéből, megújult életet kezdeni, újból kezdeni mindent. És nem úgy van, ahogy az istentelen világ képzeli ezt. Hogy képzeli az istentelen világ? Bocsánat, ilyet nem szoktam, egy filmre hivatkozom, amit kényszerűségből néztem a héten. A megújult életnek az volt a feltétele, hogy gyilkosság történt, hogy lázadás, hogy majdnem szétment egy család, és akkor mindez az áramot, hogy akkor megújult élet. Istennek, hogy mi mindenre tanítják a filmnek az embereket, és észre sem veszik, hogy becsak. És akkor új életet kezdtek. Börtön, és akkor új életet kezdhet. Térni az Isten világosság, térni Jézushoz, és új életet kezdhet. Nem gyilkosság, hanem szeretet. Nem a család szétverése, hanem összefogás. Nem a börtön, hanem a szabad élet, a bűn börtönét. Vagyis, hogy hirdetni, hogy megtérés, és az Isten pedig kíséri ezt erővel, és megnyitja ezt a lehetőséget annak, aki kinyitja a szívét az igazság. És megtörténik a megtérés. Látjuk, hogy mérhetetlen kincset bízott azokra Jézus, akiknek azt mondta, hogy semmit sem vigyetek az útra. Magát Jézust vitték. Hova tovább? Az emberiség üdvösségének lehet. Ez nem arra, hogy mit tudom én, egy medencét meg lehet tölteni, egy úszómedencét a világban ma jelen
kibányászott aranyjal, és hogy ez milyen sok érték ez, mert kevés van belőle, és mekkora érték, az semmi. Ha mennyországban, ha söprögetnek az angyalok, akkor gyémántport meg aranyport söprögetnek, és azon taposnak az emberek. Értsük már meg végre, hogy örök életről van szó. Örök boldogságról van szó. És hogy Jézus nélkül nem lehet senkinek. Mérhetetlen kincset bízott rájuk, akikre azt kérte, hogy semmit se vigyetek az útra. Hordozták az egész ember üdvösségének lehetőségét. És ma hol van ez? Ha nem fedeztük föl, de biztos fölfedeztük, itt van az egyházban. Ördögüzés. Minden megés püspöknek kötelező kijelölni az egyház megyében egy ördögüző papot. De nem ez az ördögüzés, hanem a tanítás, a szentségek tétele, a gyónás szentség, az eukarisztia, a bűnbánat, a keresztség előző, minden ördögüzés. És a többi, ami ott van, az ige hirdetés, amelyben Krisztus a tanító, az egyház tanítását adjuk tovább. Folytatódik, ami, hogy semmit se vigyetek az útra, ezt persze társítani kell. Azok, akik segíteni akarnak mások üdvösségét, semmit se vihetnek az útra. Ezért mondja Jézus, hogy ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott, amíg nem folytatjátok utatokat. Vagyis nincs válogatás, nincs társadalmi törtetés, hogy ez nem jó szállás, megyünk oda. Valaki ott van a padokban, valaki, és akkor az ő szájunk veszelünk klinikában. Akkor már viszem magammal azt, amire Jézus írt, hogy nem jött. A társadalmi törtetés, a megfelelni vágyás, az elismerés folyházás, hogy én neked van valamit, te pedig azt neked valamit. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Tehát semmit sem visz az útra az Isten magostól. És mindent visz. Mérhetetlen kincset. Egy egész örökké valóság lehet.